Te is támogasd a koraszülött mentőautó megvásárlását minimum 1 liter benzin árával. Ez volt a mottója a koraszülött mentőautó megvásárlását támogató motoros kezdeményezésnek. Alig 2 hónapja alakult meg a Körös Motoros Egyesület, de már jótékonysági felvonulás szervezett egy jó cél támogatása érdekében. Az adománygyűjtés ez nagyon sokat fog segíteni nekünk. A mentőautónak a megszerzése ez már folyamatban van. Nagyon sok árajánlatot kaptunk több cégtől, 28 milliótól 34 millióig terjedő árajánlatokat kaptunk. Az csak a sima mentőautó. Én úgy gondolom, hogy már a nyár végén, ősz elején meg tudjuk szerezni a mentőautót, úgyhogy reméljük minél hamarabb Békés megyében már szolgálatot fog teljesíteni ez a mentőautó. A Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítvány számláján jelenleg 26 millió forint van, de folyamatosan érkeznek a felajánlások és folyamatosan születnek adománygyűjtési akciók is. Az alapítvány elnöke elmondta, hogy még majdnem ugyanannyira lenne szükség, hogy egy komplett mentőautót meg tudjanak vásárolni. Ezzel szemben a mentőautót felszerelések nélkül vásárolják majd meg, és a meglévő régi eszközökkel helyezik üzembe. Békés megyében a koraszülöttség 8-10%, évente 2500-3000 újszülött születik Békés megyében, 250-300 koraszülöttről van szó, és minden koraszülött szállításra szorul. Nem csak koraszülötteket szállítunk, hanem beteg újszülötteket, műtétre váró újszülötteket, koraszülötteket, hogyha műtétre van szüksége Szegedre, vagy szívsebészeti beavatkozásra Budapestre, szemlézeres kezelésre Budapestre, vagy egy szelepbe ültetésre Debrecenbe. Nagy szükség lesz erre a mentőautóra Békés megyében. Én azt mondom, hogy ha évente csak ki lesz használva teljesen, maximálisan, de hogyha csak egyetlen egy koraszülött életét tudjuk vele évente megmenteni, akkor már túl teljesített. Az emberi életnél nincs értékesebb, úgyhogy az a 50 millió eltörpül az ember élete előtt. A felvonulás végére 188.900 forint gyűlt össze, melyet átnyújtottak az alapítvány elnökének. Onnan jött az ötlet, hogy már tavaly is a mentősöknek segítettünk a gyűjtésben, hogy legyen minden mentőautó a plüsmaci, ekkor fogalmazódott meg bennünk az ötlet, hogy kéne tovább folytatni ezt a jótékonysági dolgot, és idén március 13-án megalakult a Körös Motoros Egyesület, és folyamatosan szeretnénk mindenféle jótékonysági dolog és esemény mögé odaállni, és segíteni bármilyen ügy is legyen ez. Aki nem tudta leadni adományát, vagy később szeretné ezt megtenni, azt várják a Szarvasi úti motoros bárban, mivel az adománygyűjtő doboz már visszakerült a szervezőkhöz.